Az egész második emeletet megszállta a sötétség, hiányoznak a képzett jogászok, pályázatírók, akiknek a kisujjában volt a szakma. Ezt a polgármesteri hivatal munkatársairól írta néhány napja ki a Facebookra az Éjjel-Szekszárd önkormányzati képviselője. Gulyás Róbert nem csak ezzel a bejegyzésével állítja azt, hogy a városháza dolgozói nem jó szakemberek. Később egy kommentben azt írta, idézem, reggel megjönnek, este távoznak, mit érdekli őket a város, azt sem tudják, mik a napi gondok. Szekszárdi edzője azt mondja, Gulyás Róbert Facebook bejegyzése és a kommentje felháborította a hivatal dolgozóit, ők ugyanis hosszú évek óta a saját szakterületeiken dolgozó elismert munkavállalók. Voltak, akik a felmondásokat is beadták Gulyás Róbert megalázó véleménynyilvánítása miatt. Amikor megjelent ez a ominózus poszt, akkor nagyon sok kollégám, közel 10-20 ember megjelent nálam és polgármester úrnál is, fel voltak háborodva, és volt köztük kettő kolléga is, aki azt mondta, hogy most volt elég, és beadja a felmondását. Dr. Gábor Ferenc szerint azóta, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció elveszítette a közgyűlési többségét, a tagok elkezdték támadni a polgármesteri hivatal dolgozóit és az általuk végzett munkát. A jegyző azért nyilvános bocsánatkérésre szólította fel az Éjjel-Szekszárd gyalászkodó képviselőjét, aminek ő napok óta nem tett eleget. Azt láttuk, hogy egy ilyen politikai megfélemlítés zajlik a kollégák irányába, és nem tudtunk más tenni. Egy határt szerettünk volna húzni ezzel a közleménnyel, hogy elég, és ne vonják bele ebbe a politikai csatározásba a hivatali kollégákat. Gulyás Róbertet is megkerestük a hivatal dolgozóit becsmérlő Facebook bejegyzései kapcsán. Szerettük volna tőle megtudni, terveze nyilvánosan bocsánatot kérni, amiért megalázta a városháza munkavállalóit. Gulyás Róbert viszont riportunk elkészültéig nem válaszolt a levelünkre.